Már nagyon régen készülök arra, hogy bemutassam ezt a rövid videót, amit hamarosan le fogok játszani, és elmagyarázom, hogy miről is van szó benne. Előjáróban annyit, hogy ha követitek az eseményeket ezen a csatornán, akkor biztosan értitek azt, hogy akik uralják és irányítják a világot, azok pontosan tudják, hogy hogy működik az emberi agy, és mire van szükség ahhoz, hogy a saját uralmukat fenntartsák, illetve ezt gyakorlatilag erősítsék lépésről lépésre, időről időre. Ennek a kontrollnak a legfontosabb eleme a félelem. Az, hogy a társadalom, illetve a tudatlan tömegek állandó rettegésben éljenek, vagy ettől, vagy attól a dologtól tartva. Ez a félelem megbénítja az ember tudatát, teljes mértékben lezárja, és csak arra képes koncentrálni az ember, amitől fél, hiszen a saját fennmaradása a tét, minden fizikai és mentális erejével a félelem tárgyára összpontosul. Ez nagyon egyszerű pszichológiai elmélet, az ember így lett megtervezve a teremtő által, hiszen ez által biztosítja a faj fennmaradását. Azonban, hogyha mesterségesen adagolunk félelem forrásokat ehhez, mint ahogyan az a világban történik, ugye akik uralják és irányítják a világunkat, azok pontosan tudják, hogy ezt hogy kell tenni. Társadalmunkban a félelemnek rengeteg formája van. Atomháború, atomkatasztrófa, vírusok, bevándorlók, gazdasági összeomlás, és a többi, és a többi. Hogyha ezeknek egyike is elegendő ahhoz, hogy az ember kizökkentse a mindennapi ritmusából. Azonban, ami ma történik, hogy ezek mindegyike rázódul az ember, hozzáadva azt, hogy a család teljesen szét lett rombolva, a munka lehetőség, illetve a megélhetés teljesen bizonytalanná vált, ehhez még hozzáadnak külső tényezőket. A legtöbb ember teljes, totális félelemben éli az egész életét, megbénulva ezáltal nem képes gondolkodni és átlátni a helyzetet, hogy mi is zajlik valójában körülötte. Ebben a videóban el szeretnék indítani mindenkit egy önálló, nyomozó úton, ugyanis arra már nincs idő, hogy ezt az egészet megpróbáljam lefordítani, illetve elmagyarázni, hogy hogyan is működik az Ebola, AIDS, illetve a rák, hoaxok, és hogyan is gyártották le ezeket a vírusokat, hogyan terjesztették el, illetve hogyan csináltak egy hatalmas üzletet abból, hogy tulajdonképpen az embereket világszerte gyilkolják, és ráadásul ennek tetejében még a félelmet is fenntartják, illetve fokozzák ezekkel. Mielőtt rátérnénk a videóra, még annyit elárulnék, hogy rengetegen kérdezik azt, hogy miért használom az írást ahhoz, hogy ezeket a dolgokat magyarázzam. Én azért használom, mert én úgy hiszem, hogy csak az az egyetlen dolog, amin keresztül mindennek értelmet tudunk adni. Biztos vagyok benne, hogy egyes részeit a hazugságnak meg lehet magyarázni, így vagy úgy. Sőt, biztos vagyok benne, hogy az egészet meg lehet magyarázni. Hiszen Hashutannak volt ideje arra, hogy kitalálja és összerakja ezt a hazugságot, és megtévessze a legtöbb embert. Azonban, ha az írást követjük, akkor én úgy látom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a világ, amiben élünk, annak a teljes ellentéte, amit abban a mindenható megkíván az embertől. Erre az egyik legnagyszerűbb példa az, hogy a Föld túlnépesedett, és a túlnépesedés problémája, amit mindenki szajkóz úgy, ahogyan azt beprogramozták neki. Senki nem gondolkodik el azon, hogy vajon igaz-e az, vagy sem. Mindenki csak ismételget, hogy túl sokan vagyunk, mi vagyunk a Föld rákfenéi.
Mi nem tudjuk, hogy mi vagyunk azok. Azok alapján, az információk alapján, amelyeket mi szerzünk a médiából, az oktatásból, a filmekből, illetve a programozásból, azok alapján valóban ez úgy tűnik. Azonban ez az ügy sokkal bonyolultabb, mint sem, hogy arról lenne szó, hogy egyszerűen a Föld nem tud fenntartani ennyi embert. A Föld nem tud fenntartani ennyi embert, mert akik uralják és irányítják a világot, egy olyan alternatív életmódot kreáltak, ami fenntarthatatlan, hiszen szándékosan pusztítja a Földet. Ezen a térképen azt láthatjuk, hogy a világ lakossága, ami ebben az időben 6,9 milliárd ember volt, mekkora területen férne el, hogyha a népsűrűség akkora lenne, mint Párizsban, San Franciscóban, New Yorkban, Londonban, Szingapúrban vagy Houstonban. Gondolom Houston nem annyira, illetve hát biztos ez alapján, az ábra alapján, hogy Houston népsűrűsége sokkal kisebb, mint mondjuk Párizsé. Ebből szerintem egyszerű leszűrni azt, hogy a Föld nemhogy túl népesedett, hanem sokkal-sokkal több embert is képes lenne ellátni, hogyha azokat a javakat mi arra a célra fordítanánk, hogy hogyan is lehet megélni, illetve egyfajta szerényebb életszínvonalat fenntartani. Azzal ellentétben, amit most csinálunk, hogy hogyan lehet nagyobb autót, házat, több rakétát építeni, és egyéb hoaxok, ugye, hogyan lehet az űrbe kijutni. Ugye az összes hazugság. Ez nem csak az a lényege, hogy eltitkolják például az űrrel kapcsolatban, hogy milyen is a Föld alakja, hanem az is, hogy azok a súlyos milliárd dollárok, illetve eurók egy olyan célra folynak el, ami tulajdonképpen nincs értelme, hiszen lehetetlen, egy hazugság. Akkor mi köze is van a túlnépesedés hazugságnak az íráshoz? Az már egyből Mózes első könyvének az első fejezetéből kiderül, hiszen majdhogy nem az első parancsolata a mindenhatónak ez volt. Teremté tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 28-as vers, és megáldá Elohim őket, és mondanékik Elohim, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. A mindenható parancsa tehát az volt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Ennek az ellentéte nyilván az, hogy túlnépesedés van, és hogy azonnal meg kell állítanunk, és mindenféle módszerekkel le kell szabályoznunk az emberiségnek a gyarapodását. Amennyiben még nem hallottatok Dr. Leonard Horowitzról, akkor ajánlom figyelmetekbe Dr. Len Horowitz.com, ez az egyik weboldala, de azon kívül a YouTube-on is találtok számtalan videót. Sajnos szerintem a legtöbb angol nyelvű lesz, de teljesen mindegy, hiszen ha feliratot ráteszitek, magyarra állítjátok, akkor el lehet találni, hogy miről is van szó. Én azt nem mondom, hogy 100%-ig megbíznék benne ilyen téren, hogy szerintem valamilyen formában ő is egy olyan, mint mondjuk William Cooper, vagy David Icke. Rengeteg igazság van abban, amit mond, azonban mégis keveredik bele valamennyi hazugság. Úgyhogy én óvatos lennék, de alapjaiban véve azok az állítások, illetve azok a bizonyítékok, amelyekkel ő előáll, azok alapján szerintem egyértelmű, hogy mind a rák, mind pedig a HIV,
az ember alkotta vírusok, illetve betegségek annak érdekében, hogy az emberiség egy újabb adag félelmet adjanak a társadalom életéhez, illetve így módon Hasatán el tudja pusztítani a mindenható teremtését. Egy újabb orvos, Dr. Randall Tent, néhány szenzációs előadása van fent a YouTube-on, az autoimmun betegség, a védőoltások, illetve autizmus és minden, ami ezzel kapcsolatos, ezzel a témával, hogyan kapcsolható össze a védőoltás mindenféle olyan betegséggel, ami népbetegségnek számít gyakorlatilag az autizmuson keresztül, asztma, allergia, rák és Asperger's, az összes. Ő Amerikában dolgozik, illetve ott van az ő praxisa, és néhány szenzációs előadás esettanulmányokkal, bizonyítékokkal, leletekkel, úgyhogy ez nem, ez más szint, mint ahogy esetleg az ember Leonard Horowitzot hallgatja. Dr. Tentnek az előadásai fantasztikusak ilyen téren, és ezek gyakorlati bizonyítékok arra, hogy tulajdonképpen a legtöbb betegséget, a betegségek 90%-át, amiktől az emberek szenvednek, azok életmód változással, illetve változtatással kezelhetőek lennének, ugye egyrészt testgyakorlat, egészséges táplálkozás, nagyobb mennyiségű vitamin hozzáadásával minimális csökkenthető az orvos szükségessége az ember életében. Mózes első könyvének 9-es fejezetében megismétli a mindenható ugyanezt a parancsolatot az embereknek, és így szól. Azután megáldá Elohim Noét és az ő fiait, és mondánékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Úgyhogy ez a második példa arra, hogy mi is a mindenható parancsolata, és mi is az, amit mi most csinálunk a Földön. Minden egyes parancsolatnak az ellentétét csináljuk. Aki ezzel egyetért, az Hasatán útját követi, és a lázadás útját követi, hiszen ő ellentmond, illetve másként vélekedik, mint ahogy azt a mindenható megparancsolta. Még egy példát szeretnék mutatni arra, hogy hogyan is mondunk ellent, illetve a világ uralkodói és irányítói hogyan is mondanak ellent a mindenhatónak, egy újabb parancsának. Első Mózes 9-es fejezet 5-ös vers így szól, de a ti véreteket, amelyben van a ti életetek, számon kérem. Számon kérem minden állattól, azon képen az embertől, kinek atya fiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremti az embert. Ő megparancsolta azt, hogy ne öljük egymást, hiszen ő számon fogja kérni mindenkin, aki embertől azt az életet, amit ő kiontott. És az az ember, aki embertől, az ember által kell, hogy meghalljon. Tehát mindaz a szenvedés és halál és fájdalom, amit mi okozunk az állandó háborúság által, az mind-mind újabb halált és szenvedést fog szülni. És pontosan tudják a világ uralói és irányítói, hogy ez így működik. Ezért generálják az állandó háborúságot. Az állandó háborúknak semmi köze nincs a valláshoz, semmi köze nincs az etnikai hovatartozáshoz, semmi máshoz. Hasatán generálja ezeket a háborúkat, egyrészt, hogy pusztítsa a mindenható teremtményét, másrészt pedig azért, hogy ellentmondjon annak, amit ő parancsol. Még egyszer első Mózes 9-hez visszatérünk, még egy
még két verset szeretnék felolvasni, mivel be akarom bizonyítani, hogy a mindenhatónak fontos az, hogy az emberek szaporodnak és sokasodnak a Földön, és boldogan élnek. Ő egyáltalán nem azt akarja, ami most a Földön zajlik. Hetes vers. Ti pedig szaporodjatok, és sokasodjatok, nyüzsögjetek a Földön, és sokasodjatok azon. Ez Noénak mondta. Folyamatosan megerősíti azt, hogy ő azt akarja, hogy az emberek szaporodjanak. Ennek ellenére, amit mi csinálunk most, az az, hogy mindenféle módszerekkel megpróbáljuk megállítani ezt a folyamatot, ellentmondva ezzel a mindenható szavának azért, mert mi a tudományban bízunk. Meg kell érteni azoknak az embereknek, akiknek fontos a mindenható útja, hogy nem járhatnak a világ útján, amely a tudományt követi, ami alapvetően hasután a tudás, az ember saját tudása, vagy pedig a mindenható parancsolatait követi, és bízik abban, amit ő mondott, hogy az majd számára hasznos lesz, hiszen megvan a hite. Pál apostol figyelmeztet erre még az idézőjelben, új szövetségben is, első Timóteushoz 6. fejezetben, ahol is így szól. Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. És hogyan? Ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, melyek némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Itt pontosan azt erősíti meg, amiről eddig szó volt. Mire is gondolhat vajon a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől? És mi az az ismeret vajon, ami némelyeket kevéjé tesz, és eltérít a hit mellől? Az nem más, mint a tudomány. Az, amit ma mindenki a vallásának tekint. Az, hogy amit nem lehet bebizonyítani, amiről nincs fénykép, amiről nincs egy egyenlet, az mind csak nevetséges teória. Csak és kizárólag az elfogadható, amit az új vallás, a tudomány papjai alátámasztanak számukra. Ez a szentségtelen üres beszéd, illetve a hamis nevű ismeretnek ellenvetése, ez nem más, mint a tudomány. Mindaz, amiben ma mindenki, illetve a legtöbb ember hisz. Ez az, ami az ember kevéjé teszi, büszkévé teszi, és eltávolítja a hittől. Hiszen az ember vagy a tudománynak hisz, vagy azt hiszi el, hogy ő egy beszélő űrmajom, aki egy gömbön kering a semmiben, vagy pedig azt hiszi el, amit a teremtő leírt az ő könyvében. Ez a két út lehetséges. Az ember e közt kell, hogy válasszon. És amennyiben erre hallgat az üres beszédre, a hamis nyelvű ismerete ezekre a színészekre, akkor sajnos el fog térni a hit mellől, és el fog tévedni. És azt fogja hinni mindeközben, hogy ő okos. Ez az, ami kevéjé teszi az embereket. Ezek azok az emberek, akik alig várják, hogy arról beszélhessenek, hogy milyen képlet, vagy milyen videó, milyen mikroszkóp, vagy milyen távcső, vagy milyen, mit tudom én, kicsoda, mit mondott, hogy ez hogy van. Ezek azok, akik ezáltal azt hiszik, hogy csak azért, mert megtanulták egy iskolában, vagy csak azért, mert be lehet bizonyítani egy képlettel, attól valami már automatikusan igaz. Holott ez nem is állhat messze a valóságtól. Pál apostol, ahogy mindig, az a Saul, ahogy mindig gyönyörűen leírja a rómaiakhoz írt első levelében, az első fejezetben ezt a jelenséget, mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem mint Elohimet dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívek megsötétedett. Ezek azok az emberek,
akik az ő okoskodásukban hiába valók lettek. Balgatok, ezek azok, akiket az írás bolondoknak hív. Ezek azok, akik azt hiszik, hogy egy képlet, egy kémcső vagy egy mikroszkóp az, ami igazán fontos, és az, ami leírja az élet nagy dolgait. Holott az élet nagy dolgai mindig is le voltak írva. Az, hogy hogyan nyerhet az ember örök életet, annak fontosabbnak kéne lenni, mint az, hogy mit gondolunk a többi ember. Ezek azok, akik magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Ezek azok, akik az ő okoskodásaiban hiába valóvá lettek. Teljesen mindegy az, hogy mit gondol a világ rólunk, hiszen a végső ítéletet a világ nem fogja meghozni. Az is lehet, hogy itt kinevet minket mindenki, mint ahogyan azt a kommentek alapján le lehet szűrni, illetve hát a legtöbb ember, ez teljesen mindegy. Ezek azok, akik a saját okoskodásaikban hiába valókká lesznek, akiket az ő balgatag szívek tévútra vezet. Ezek azok, akik magukat bölcseknek valván bolondok lesznek. És ha már ennyit vártatok rá, akkor bemutatom azt a videót, amit az elején ígértem az ebolával kapcsolatban, úgyhogy nézzük, hogy miről is van szó. Ebola virus is surging through West Africa. The fact is that we are all one plane ride away from a cataclysm. Ugye természetesen ez a videó is a szokásos félelem kampányról szól, illetve az, hogy a tudatlan társadalmat hogyan is lehet félelemben tartani a különböző mesterséges hoaxoktól, mint az Ebola. Természetesen ez a betegség létezik, azonban akár csak a HIV vagy a rák esetében ehhez az szükséges, hogy az ember olyan életmódot folytasson, aminek során az immunrendszerét, illetve a szervezetét képtelenné teszi arra, hogy ellenálljon ezeknek a betegségeknek. Ezért többnyire a harmadik világ, idézőjelben harmadik világ országaiban fordul elő, illetve specifikus népcsoportoknál. Hiszen egyrészt így terjesztik el, másrészt azok a szervezetek, amelyek nem képesek ellenállni ezeknek a betegségeknek. Ezért is mutattam meg Dr. Tent videóit, illetve Dr. Leonard Horowitzot, hogy utána tudjatok nézni annak, hogy mi is a módja, és ezt a félelem forrást is gyakorlatilag kiiktassátok az életből, hogy állandóan arról legyen szó, hogy a rák így vagy úgy, vagy az AIDS, vagy mit tudom én mi. Ezek mind ember által alkotott betegségek, amik nagyon egyszerű módon kivéthetők. A legtöbb esetben, természetesen nem mindig, de a legtöbb esetben ez a helyzet. Most ezt csak azért mondom, mert ő itt elkezdte azt, ugye, hogy mindenki, gyakorlatilag egy repülőútra vagyunk attól, hogy kialakuljon egy ilyen ebola járvány a világon. And as of now, it is said that there is no treatment against Ebola. Ugye most arról van szó, hogy azt mondják a köztudatban az van, hogy nincsen az ebola, nincsen ellenszer az ebolára, és ő ezt erősítette meg. And that is not és azt mondja, hogy ez nem igaz. In fact, there is a well-known, well-characterized nutrient. That is nano-silver. Ugye azt mondta, hogy ez nem igaz, hanem van egy közismert, nagyon jó, nagyon egyszerűen meghatározható tápanyag. Nem azt mondta, hogy ellenszer, vagy azt, hogy védőoltás. Azt mondta, hogy tápanyag, nutrient. És ez nano-silver. Nano ezüst, gondolom így fordítanánk le. Ha valakit érdekel, hogy mi is a nanoszilver, akkor nagyon gyorsan megnézzük. Ugye ezüstöt használtak a gyógyászatban több mint 100 éve, ugyanis ezüst az antibakteriális és
antifunga, ami hát gombás fertőzés, és erre használható. Ugye a nanosilver az bizonyos méretnél kisebb, ez a 25 nanométer, ez a nanosilver, és magához a méretéhez képest óriási a felülete, ezért nagyobb felületen kerülhet kontaktusba a baktériummal, vagy a gombával, vagy a fertőzéssel, és ezért sokkal hatékonyabb, mint más kezelési módszerek. Nanoszilver megakadályozza a sejteknek a növekedését, a káros sejtek növekedését. És csak azért mutattam meg, hogy lássátok azt, hogy például az Ebola ellenszere az nem valamiféle gyógyszer vagy védőoltás, hanem egy egyszerű természetben előforduló anyag, amit ő nutrientnek hívott, amit tápanyag, nanoszilver. Biztos vagyok benne, hogy ezüst egyébként, a szilver nyilván mindenki tudja, hogy ez a nano ezüst formában is épp olyan hatékony lenne, illetve hát, de ha nem is éppen olyan hatékony, de hosszabb idő alatt javulást eredményezne. A lényeg az, hogy ezek a betegségek mind az életmóddal kapcsolatosak, de a lényeg mögöttük az, hogy félelmet keltsen az emberekben. It is non-toxic. It does not require refrigeration. It is inexpensive, self-sterilizing, and can be given to every member of the community from the Szóval ez nem mérgező, nem igényel hűtést, olcsó, és önmagát sterilizálja. Szeretném, ha mindenki megérteni azt, amiről szó van, és amit próbálok ezzel mondani. Rendelkezésre állnak természetben előforduló anyagok, amelyel a számukra a legnagyobb problémát okozó betegségek egyszerűen gyógyítható. Bárkinek adható, ugye ezt mondja el a következőkben, hogy a közösség bármely tagjának beadható. Egy olyan ellenszer egy hatalmas problémára, ami nem mérgező, hűtés sem igényel, olcsó, és önmagát sterilizálja. És ennek ellenére ekkora probléma az Ebola világszerte. And can be given to every member of the community, from the tiniest baby or pregnant mother újszülötteknek, illetve terhes anyáknak, to the oldest, most fragile granny. Akár időseknek is. Teljesen elképesztő az azonban, amit most mond. Nanosilver leaves the beneficial bacteria and the healthy cells of the patient unaffected, but it does kill every pathogen against which it has been tested. Az egészséges baktériumokat, illetve sejteket teljesen érintetlenül hagyja, és minden káros baktériumot, illetve sejtet elpusztít, amire eddig tesztelve volt. Szóval, akkor remélem mindenkinek az jár a fejében most, hogy vajon mi a helyzet a rákkal, az AIDS-szel, a HIV fertőzéssel, mi a helyzet a hepatitisszel, mi a helyzet az Alzheimerrel, Parkinsonnal, az Aspergerrel, mi a helyzet az asztmával, az allergiával. Mert hogyha nem, akkor nem tudom, hogy valószínűleg nem egy hullámhosszon gondolkodom. Szóval minden sejtet, káros sejtet elpusztít. Worldwide, without exception. Világszerte bárhol, ahol eddig tesztelték. There is no other effective solution. There is no other effective solution. Nincsen más hatékony megoldás. Now, why hasn't nanosilver been brought forward already? Miért, ugye a kérdés az, ami valószínűleg mindenki más fejében megfordul most, hogy vajon akkor
miért nem használják még a nanoszélvet? As a treatment against Ebola, there are many reasons. És számos oka van ennek. The fact is, it is available now. It is available in large quantities and is unlimited. Amit most mond az, hogy akár most is elérhető, nagy mennyiségben, és korlátlan mennyiségben, unlimited. In its effectiveness. A hatékonyságában, bocsánat. The Natural Solutions Foundation and I stand ready to assist you and your people and the people of the world in deploying this safe, non-toxic, inexpensive, and available solution against Ebola and every other communicable disease which threatens us on this planet. Szóval ők készen állnak arra, hogy nanoszilver segítségével küzdjenek az Ebola ellen bárhol, bármikor, hiszen ez effektív, és nem csak az Ebola ellen, hanem bármely más betegség ellen is. Ugye ő azt mondta, hogy communicable disease a Merriam-Webster szótár alapján egy fertőző betegség, amely emberről emberre terjed, direkt érintkezés során, vagy a fertőzött személlyel, vagy a fertőzött személy bármilyen váladékával, vagy pedig közvetlen, tehát közvetlen vagy közvetett módon. Lejátszom még egyszer, mert szeretném, hogy mindenkiben tudatosuljon az, hogy tulajdonképpen mit is mond. In deploying this safe, non-toxic, inexpensive and available solution. Ugye ő ahhoz kér segítséget, megismétlem, mert ez szerintem fontos és tanulságos, hogy ezt a biztonságos, nem mérgező és olcsó megoldást világszerte felhasználhassák. Against Ebola and every other communicable disease. Communicable disease. Ebola and every other communicable disease. Every other communicable disease. Arról van szó, hogy az Ebola ellen, illetve bármely más communicable disease, ami gyakorlatilag fertőző betegséget jelent. Tehát megvan a megoldás, hogy ezeket a betegségeket eltöröljük a föld színéről, gyakorlatilag olyan megoldás, ami korlátlan mennyiségben, olcsón és a hatékonyságában sem korlátozott. Ennek ellenére milliók halnak meg és szenvednek minden évben ezektől a betegségektől. Which threatens us on this planet. Thank you for your time and attention. És én is ugyanezt mondanám. Köszönöm azt az időt, amit erre szántatok, és figyelmet. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és halleluja!